Szerződést bontott a Maros Kosárlabda Klub és a litván Audrius Prakuraitis. A csapat edzője az idény végéig Szász Gáspár Barnabás lesz. Közös megegyezéssel szerződést bontott Audrius Prakuraitis és a Maros Kosárlabda Klub vezetősége. A döntés célja, hogy felrázzák a csapatot a Román Kupa 4-es döntőjére, valamint a bajnoki rájátszásra. Az új edző Szász Gáspár Barnabás lett, aki évek óta a csapat másodedzőjeként tevékenykedik. Az én egyéni véleményem, hogy egy nehéz momentum a csapatnak, mert mégis 80 napot dolgoztunk egy edzővel, ki volt alakulva egy játékstílus és egy olyan játék, amelyeket akárhogy is már a csapatba berázódott. Ezt most nagyon nehéz tovább lépni, de nagyon remélem, hogy a fiúk ezt pozitívan fogják átvenni, reagálni, és össze tudjuk szedni magunkat. Hozzátette, tisztában van azzal, hogy nem tud csodát tenni, de bízik abban, hogy kis szerencsével eredményesek lesznek. A Maros Kosárlabda Klub vasárnap Nagyváradon játszik a Románia Kupa 4-es döntőjében, az ellenfél a Kolozsvár csapata. Elszenvedte első vereségét a romániai U18-as jégkorong válogatott a brassói ifjúsági világbajnokságon. A Kornél Kirica, Gál Sándor és Kovács László által felkészített román csapat Lengyelországtól kapott ki 10-3-ra. Románia két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen áll. A következő ellenfél Horvátország lesz. Zsül Vásárhelyen lép pályára a marosvásárhelyi ASEA labdarúgó csapata a rájátszás 6. fordulójában. George Csorcseri a klub körüli problémák ellenére is bízik a csapatában. A sajtónak is bemutatkozott Daniel Stancsó, a marosvásárhelyi ASEA sportigazgatója. A szakember korábban már dolgozott Marosvásárhelyen, így ismeri a körülményeket. Elmondása szerint az ASEA játékosai jó formában vannak és még képesek meglepetést okozni. A csapat meglepően jól felkészült, és annak ellenére, hogy problémákkal küszködünk, a fiúk jókedvel edzettek, és szerintem jól fogunk játszani. Kemény ellenféllel találkozunk, amely véleményem szerint sokkal jobban játszik idegenben, mint hazai pályán. A Marosvásárhelyi ASEA a rájátszás 6. fordulójának utolsó mérkőzésén hétfőn 20:30 perckor Zsilvásárhelyen vendégszerepel.